What does perfect even mean? Is there even such a thing? Oh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head and I start to expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to think, honey, I'm a perfect 10. Hát sziasztok srácok, szia körülbelül mindenkinek. Egyébként most fogunk elkezdeni, csak ilyenkor zene van, intro van. Ehhez hozzá kéne szoknat, ehhez még hozzá kéne szoknottak srác, no, vagyis bocsánat. Hello Dominik, mindenkinek. Vagyis hozzá kéne szokni az intróhoz. Mert mindig az elején lejátszuk egy zenét, és ilyenkor régen volt visszaszámláló óra, de most már nem nagyon használjuk. Vagyis nem nagyon használom. De az uptime parancs az arra van kitalálva, hogy az itt is rejtom már olyan meg 2 perccel kezdődött, de mert most kezdünk el. De azért örülök, hogy itt vagytok. Szia, kérjük mindenkinek. Azt tudjátok, hogy
Ez az utolsó YouTube stream ezen a héten, vagyis három stream lesz ebben a hónapban. Még két YouTube stream lesz, aztán jövő héten már csak Twitch-en fogtok engem látni. Hát igen, lassan már végre lesz a márciusnak, és teljesen minden meg fog változni. Nehéz döntéseim voltak ezzel az új Twitch csatornával. Folyamatosan teszteltem. Azért is csináltam ezeket a csütörtöki. Jó, múltkor még péntekkel nyomtam a Diablo 2-t, az is fel is került a YouTube-ra egy teljes részlet. De azért örülök, hogy itt vagytok. Hát folytatjuk a Swine-t. Hát nem biztos, hogy hogyan tudom megcsinálni ezt a küldetést, de kérek benneteket. Tudom, nem szerepel a backseat a chat szabályzatban, de sajnos be fogom majd írni. Nehogy. Nehogy valami gond legyen. Bocs, hogy kicsit elakadt a száv az elején, ha nem. Azt akartam volna mondani nektek. Ilyenkor intro van, és hozzá kéne szokni ez a... amikor intro zene megy. Alapból már elkezdődött a stream. Csak egy kicsit, picit késtem, mert betépen. Igen, jól mondom, mindig 60 év feliratkozom van. Hát igen, még mindig. Nem tudom, senki sem akar feliratkozni a csatornámra. Nem tudom, mi lehet az oka. A múltkori csütörtöki Swine stream-el voltak újabb nézők, csak nem voltak halandóan megnyugni a gombot. Jó, nem akarok legyúszítani a népeket, de akarok olyan lenni, mint Pupkin meg a többiek. Pupkin már... Ő már lassan már... Túl lesz a 150 feliratkozóval, jó, neki 105, neki 145. Meg nem tudom, kik vannak még rajtam kívül. Jassz, Jaluca. Sajnos... Annyit akarok oda ide kis utcának, hogy... De azért örülök, hogy itt vagytok, srácok, köszönöm szépen. Hát igen, mi mindig 60 feliratkozó van. De valahogy meg lesz a 70. Ez az utolsó... Ez még nem az utolsó YouTube stream, srácok, az még pénteken este lesz. Jó, tudom, hogy nagyon jó volt ez a teglapi... Igen, az a teglapi szűnapi... Szűnapi zsú, vagy buli, vagy alak is voltható. Hát volt egy kis buli, csak nem táncoltuk. Istenem, gyerekek. Az ember néha szeret egész nap aludni, de nem. Valamikor mobiltelefonon nem merek leszállni róla. Nem tudom. Hát sajnos ilyen az internet függőség, ez van. De... Várja. Valamit el akartam mondom olvasni, vagy úgy azt írta, hogy sziasztok, most kezdtük az evéssel. Jobb, jó, hogy fágyat. Én már túl vagyok rajta. Ez a harmadik küldetés annyira nehéz, srácok, hogy nem tudom. Újra kéne kezdem ezt az egész küldetést, vagy nem tudom, mert alapból... Egyszerűen nem tudom felfogni azt, hogy... Egyébként ez elég nehéz játék, ha... Bele... Ha...
ha arra gondoljátok. Elég régi játék, tudom meg, Bence hallottam az egyik nézőtől, még múltkor, hogy jön a... Igen, jön majd a remasteres verzió. Az az érdekesség, hogy a Spine lehet, hogy Twitch-en is fogom majd folytatni. Én úgy gondoltam. Lucca kitölt az üzenetet. Ja, most nem. Jó. Most el fogom indítani a játékot. Nem tudom mivel. De azért örülök, hogy... hogy itt vagytok. Hát nem sokan. Na. Le kéne tesztelni a menetrendet, srácok, meg a száparancsot is egy kicsit. Ja, ma jött a tablettok, de holnap délután megyek két adványcába. Oké. Oké, Luca. Vettük az adást, vettük az információt. Ja, rosszul írtad meg. Oké. Ja, azért kitöltet, mert rosszul írtad, oké. Na. Tehát ezen a héten két stream lesz várható a YouTube-on. Csütörtökön is folytatni fogjuk a Spine-t, ha jól csinál, ha jó. Ha jól haladok ezzel a nyúl hadjárattal. Aztán... nem tudom milyen küldetések lesznek, de... de elfelejtettem videót nézni, de majd utólag megnézem. Ja, és most végeztetek az ebéddel. Aha, oké. Kicsit rosszul. Igen, igen, értem már. Én azt hittem, hogy már. Jó van. Gyerünk, nulla, kutassuk meg ezek a koszos disztok. Kaptam egy piros, piros jelzést. Lehet, hogy a streamen volt a gond, ha igen, az OBS majdnem megakadt. Bocsi, Rucza, nem tudtam elmondani. Nem volt időm. Lehet, hogy ma este még. Hát figyelj, még ma este elmondom neki, jó? Majd elmondom. Nem fogom megfelkezni róla. Akartam is volna elmondani, de valahogy... valahogy nem jött össze. De még ma este még elmondom. Szólok neki. Ja, ezt kikapcsolom. Hát persze, mert ő még dolgozik, hát melóban van, hát szívesen. Hát most nem tudom, várjál, hány óráig dolgozik? Fél hatig, ha jól tudom. Igen, fél hatig. Srácok, úgy elakadt a szám. Valamit rosszat mondtad, nem? Azt akartam mondani hogy nektek eredetileg, hogy hoznak, hogy... hozzá kéne szokni az intróhoz, mert valamikor, amikor elkezdem a streamet, ilyenkor zene megy, és ilyenkor nincs nagyon beszélgetés. Ez a nagy streamerektől tanultam, nem úgy, mint a világ sokak a többiek, nem csak a többi irány streamerektől. De majd mindjárt el fogom mesélni, hogy... hogy mi volt a tegnapi nap. Csak megpróbálom elindítani a játékot már elindítottam. Csak azt nézem, hogy... a... ott van a játék, lehet látni. Akkor...
Akkor ezt... Nem ki kéne nyújtanom. Úgy lenne logikus. Na, most lesz jó. Jó, csak lehet, hogy a főmenü az kicsi. De amikor indítom a játékmenetet, akkor nagyobb lesz. Na jó, végszer itt tartunk. Szia Blaze! Nézzétek, cseréltem egy profilképet Blaze-nek. Most már látjátok, hogy ő is itt van a cseten. És itt van mellettem. Várjál, van egy vendégünk is méghozzá, Süsi a sárkád, az eddig egyik egykori játék haverom. Biztos láttátok még tegnap. Ja igen, mutattam azt a képet. Itt van Süsi. Ő is ide jön. Na. Szervusztok, partikáim! Nehogy leesél, Süsi. Nem fogok leesni. Szevasz, Kiri! Biztos emlékszel rám. Na jó van. Csapassuk neki, srácok. Kicsit föl vagyok hype-olva. Várjál. Túl nagy a játéknak a képernyője. Várjál. Na, most lesz jó. Most lesz jó. Már itt sem vagyok. Várom a feladatot. Figyelek. Jármű leakasztva. Nem teheted itt le a vontatmányt. Ja igen, nem lehet. Ja, bet. Akkor várjál. Hallgatom. Közben repül az idő. Hozzak neked vad körtét. Süsü, azt mondja a Kiri, azt kérdezi, azt mondja, hogy hozzak neked vad körtét. Szívesen, én szeretnék vad körtét. Süsü, azt hittem, te nem akarsz szerepelni az élőadásomba. Jó, meggondoltam magam, Bazsi. Inkább nézlek, jó? Sok sikert! Itt mit kell csinálni, Balázs? Hát ez egy stratégiai játék. Ja, azt hittem valami zé. Ettől a törgéstől megijedek, ember. Várjál. Ez a szerelő. Ez a rőszeres. Szerelő utánfutó. Köszönöm, Kiri. Lehet, hogy milyen kedves. Ja, Istenem. Annyira jó fej, annyira jó fej vagy. Süsének jó lenne neki is egy YouTube csatornája, vagy nem tudom. Kis királyfé lovag. Kis királyfi, lovaglunk és játszunk. Jaj. Ezek a gyermekkori emlékek, öcsém. Hát látjátok, ilyen volt a gyermekkorom, srácok. Ezekkel nőttem fel.
Megvan a kazid. Megvan egy olyan kazettám, ami ilyen... Várjál, mindjárt szembe jut. Az egy ilyen... ilyen hangjáték. Igen, igen, ilyen hangjáték. De marha jó. Kicsit eltér, mint a tévésorozatban látott epizódokból. De várjál, ha jól látom, itt van egy járművem. Csak az a baj, hogy tényleg ott hagytuk egy járművet. Futok! Akkor siessél, nehogy a disznók megtámadjanak. Sajnos egyedül nem lesz könnyű, mert ha bármikor felbukkan az ellenség, jön, és a disznók azt mondják, hogy egy új pörköltöt rendel. Srácok, ugye nem volt bekapcsolva a mikrofonom, amikor elkezdtem mondani, hogy... Na. Úgy látszik, nincs itt senki, akkor nyugodtan. Akkor nyugodtan... ide tudjuk hozni. Srácok, ha ez a játék nagyon... nagyon fog tetszeni nektek, föl van Oregon. De is tudjátok tölteni. Lehet, hogy nem magyarul van, de ha magyarul van, az is jó. Én csak ajánlani tudom ezt a játékot. Sajnos nincs a link a leírásban, de majd úgyis majd a következő streamben majd kiraszpat rak, vagy egy új parancs, vagy szvány, és akkor le tudjátok tölteni ezt a játékot. Szerintem nagyon jó. Magyar fejlesztés RTS. Valamit véletlenül benyomtad a tenyereddel. Az semmi gond. De várjuk most. 1, 2, 3. Majd egy könnyű tankom, meg egy páncirautó. Meg egy hosszú szem. Ja, ezeket tudom. Hát figyelj, szerintem nem kell klikkelni, az X gombbal is meg tudom csinálni. Aha. Hozzátok meg a streamet, hogy még jobb legyen hangulat, srácok, és iratkozzatok fel a csatornámra. Próbálok én is úszítani a streamek alatt, de amikor Twitch-en fogok streamelni, szerintem csak nyomjátok meg nyugodtan a követési gombot. Ilyen egyszerű. Akkor várjuk, akkor most megvannak a járművek, akkor... akkor most menjünk a reptérre. Kicsit, mintha gyorsabb lett volna a játék, nem vettétek észre? Vagyis én vettem észre? Aha, valamitől gyorsabb lett a játék. Most már jó sokan leszünk, srácok. Keti haraplak! Itt az ellenség. Itt vagyok. Célpont bemérve! Megeresztett néhány golyót. Küldöm a csomagot! No. Igen, futok. No. No, körülvettük az ellenséget. No. Egy disznóval kevesebb. No, ezt megúsztuk, srácok. Na, semmi gond, utca. Ez bárki bevegesik néha. Mondok egy érdekességet, képzeljétek el, valamelyik éjjel, ha jól emlékszem, olyan pénteken vagy szombaton lehetett, Robertot is elkezdtem követni Twitch-en, és véletlenül megnyomtam az ismerős gombot, és valahogy vissza kellett utasítanom, nem volt annyira egyszerű. Szóval fel kellett mennem a weboldalra,
Ja, csak megnyomtam a követési gombot, és úgy tudtam levenni az ismerősökről. Nem akarom ismerősnek bevenni a Robertot. Az ilyen nagy címerekkel nem akarok nagyon megismerkedni. Ja, robbantsam fel. Ja, közben látom, hogy ott van. Látom, hogy ott van. Még kettő. Ja, igen. Mindjárt felrobbantjuk, várjál. Támadás! Olyan! Ez a játék annyira jó. Már itt sem vagyok. Aki szívesen játszani, aki szívesen játszani ezzel a játékot, akkor csapassátok nekik. Akkor csapassátok. Emlékszem, mit mondott az István a múltkori streamben, hogy ezeket a falakat át lehet lőni. Nem, át lehet menni a falon. Ja, ahhoz sárga van. Aha. Gyertek ide, büdös szájúak! Gyertek, kis pattogó szörtkimboltok! Vajak. Hadd szóljon! Elég rossz helyen van. Azt tudom, hogy ahol a toronynál van, ott is ott vannak a disznók. Szerintem mindjárt vége lesz. Aha. Bocsa, mert... Szitává lövem. Amakkos mindeni! Ezek a beszólások mindig jók. Amakkos mindenit! Várom a további utasítást! Felkészültem! Hegemóniában is vannak jó beszólások, amikor Kutcher-ra őrnagy. Kutcher százados. Az egyikém. És olyan beszólásai vannak, de mire volt elégságodban a hajóban. De mire volt elégság a hajóban. Ólom égszert a testükben. Na majd én megtanítanak repülni, kispafám. Hadd szóljon. Na. Idehozom az utánfutókat és ideállít. Az én fogaim is vannak olyan kemények. Szitává lövöm. Célpont bemérve. Anyám! Megeresztett néhány golyót. Na, szerintem ez be fog válni. Mi van? Ezek a hangok. Za. Na. Most kíváncsi vagyok, hogy működik a módi, vagyis a upstream elements. Aha. Na. Ki is van írva. Na, a menetrendet is beírtam. Kedvesvány, ami most van. Csütörtökön is lesz vány. Talk show nem lesz, hanem majd jövő héten lesz. Jövő héten csütörtökön, pénteken pedig egy búcsú streammel fogunk lezárni a YouTube-os korszakomat. Jön a Tomb Raider 4 folytatása, igen, folytatni fogjuk a Tomb Raider 4-et, méghozzá pénteken este. Hé, haver, nem akarsz fantát inni? És lehet? Azt mondani, hogy haverok, buli fanta. Ott fogok majd fantát inni, Luca, nem tudom mikor. Igen. De várj, hol van a... Várj, itt jó helyen van. Megkezdjük a javítást.
úgy elakadt a szám, srácok, az elején. Úgyhogy elnézést kérek, de azért üdvözlöm mindenkinek, aki most csatlakozott. Ha itt vannak, még írjatok nyugodtan a cseten. Csak ezt a felsőleges kérdéseket kerüljétek el. Mert az támút jár, vagy van? Paricsen vagyok! Ha elakadok, akkor néha tudtok nekem is segíteni. Csak ahhoz kell legyen, ahhoz engedély kell. Nem azt mondom, hogy engedély, hanem arra kérek majd titeket, ha elakadok, akkor majd kérek nektek majd segítséget. De azért csak az a gond, srácok, hogy a backseat az is szigorúan tilos. Igen, Kiri, gondoltam, hogy mész szakaszka csokiba. Majd olyan jövét után úgy is megyek veletek. Oké, Kiri. Köszönöm, hogy benéztél hozzánk, remélem Lica itt lesz. Mert ő is moderátor, neki is az a dolga, hogy figyeljen a csetet. Lica, vagyis Kiri. Akkor majd olyan... Hát figyelj! Ha túl leszek rajta, akkor vissza tudod nézni. Egészség legyen meg stream. Ahogy mondod. És ne szűnnél meg. Csütörtökön még folytatni fogjuk a szványt. De ha lemaradtál a közepé vagy a végétől, akkor vissza tudod majd nézni. Jó is. És jó légy. Ja, ez olyan, mint a pusztítóban. Jó légy. Köszönöm, hogy benéztél hozzánk, Kiri. Akkor további szép napot, és... És jövétek kedden, már nagyon várom. Nagyon várom ezt a klubot. Nagyon kíváncsi vagyok. Tudom már... Már nem tudom, napok óta. Hát eredetileg ma is elmentem volna, de most ez valahogy most ez elmar, kimarad. Jövő héten biztos megyek. Vagyis nem jövő héten, két hét múlva biztos megyek. Srácok, két hét múlva szünetelni fogom a streamet, úgyhogy... Ne aggódjatok. Akkor kicsit rövidebbek lesznek a streamek. Akkor két alkalom stream lesz, majd két hét múlva. Jó, de a Switchen lesz, srácok. Nem a YouTube-on. Lucca, te nem vett észre valamit az adás elején? Olyan furcsa volt. Olyan, nem tudom, nagyon furcsán beszéltem az elején. Úgy, nem tudom, összekevettem a szavakat, és valahogy nagyon rossz volt. Eredetileg azt akartam mondani, ilyenkor intro van az elején, ahhoz hozzá kell szoknotok. Igen, egyébként ma van. Ja, most Kiri, te kérdezted, azt hittem nekem. Na, az egyik jelművet is meg kéne javítanom. Ahogy tudod.
vagytok? De várjál, hol van arról szeres? De várjál. Szétlőttük a tankot, akkor... Hát nem tudom. Akkor... Szerintem ez átöri a falat? Nem. Ő simán így be tud menni. Aha. Igen. Na, a kerítést az jó, remortizálta. Szerintem itt... Na, akkor itt megállhatunk. Esik az eső, rendesen. Ja, tőletek. Igen, ma van. De most képzeld el, ha délután 3-kor elkezdődött volna a stream, akkor tudod, mi lehetett volna. Nem tudom, akkor fél órás lehetett volna, az nem elég. Az nem elég. Nem elég. Drága süsű, megtaláltam a dalodat. Hallott, mit mondott? Ja, köszönöm. Na, hadd gondolkodjak, jó? Mert... Kevés lesz rösszere, várja. Na igen, neki kevés rösszere. Igen, kevés rösszere, az nem jó, 23 töltény, az nem elég. Akkor ide kéne hozni a... Akkor hozom a rösszerest. Várja. Figyelek. Őt kellett volna bejönni. Akár a fákat is elbontatom. Fákat akar elbontatni. Na persze. Megnézem, hogy... Várjál, szétromboljuk. Célpont bemérve! Akkor most... Hát akkor kezdjük meg a behatolást. Sietek, ahogy tudok! De várjál, ezek most mit csinálnak? Jó, Istenem. Azt tudom, hogy széltöltem a kerítést. Szerintem... Elmegyünk egészen... a repülőig. Közben megvan a... a rösszeres. És ide hozzuk. Fú, gyerekek. Ha kicsit hangos a játék, akkor leakítom. Itt vagyok. Hát inkább tegyük oda. Ja, köszönöm, Kiri.
Kiriratította Dominikot? Miért kellett? Valami... Mi történt? Dominik nem csinált semmi rosszat. Lucca, van egy kis gondom. Kiri véletlenül, vagy nem tudom. Az egyik nézőmet lebannolta. Miért? Mit mondott? Miért kellett letiltanod? Aha. Lebannolta. Istenem. De várj, hol van a izé? Jó, itt van a... Ez a rösszörös. Hallgatom. Jármű leakasztva. Sietek, ahogy tudok. Na akkor... Jöhetnek a rösszörök. Szuper. Hát elég lehetett volna egy támadót és a band, az fölösleges volt. Miért? Valamit mondott? Nem tudom. Olyan furcsa most a haverom. Amikor indultam a stream, Dominik furcsa miseket és elkezdett kérdést feltenni, hogy Balázs mikor kezdesz. Ja igen, de azt nem kellett volna letiltani. Igen, nekem is fura volt. Azért tiltottam le. Ja, semmi gond. Semmi gond. Hát igen, ez a mikor kezdek ilyesmi, az tényleg egy ban vagy támaut érdemel. Inkább támautat adtál volna neki, nem bant. Most meg le fog iratkozni a csatornámról, és elveszítek még egy feliratkozót. Ez semmi gond, Kiri. Te vagy a moderátor, te azt csinálhatsz, amit akarsz. Jó. Én elhiszem. Sajnos ilyenek a fiatalok. Sajnos ilyenek a mai fiatalok. De megpróbálom kordában tartani. Meg tudatosan streamelni, ahogy kell. Kilukasztom azt a szép nagy tületet! Szóljon! Gyerte! Spartok a szörcsünk bókok! A balcsok olyan műt, az szétlevem. Vaja. Egy null pörkölt rendel! Küldöm a csapatot! Az adani nagy szét... Gyenge vagy! Meghalok! Na... Szépen haladunk, srácok. Jó. Várja, másikat szedjétek be. Megeresztek. Jaj, ne! Küldöm a csomagot. A végén nyerni fogunk, srácok. Várjál, be kell ásni az egyik tankot. Csak a sárkak jár, diszpó! Itt vagyok, beásás tilaj! Oké, Kiri. Kevés a töltény! Jaj, ne! Egy disznóval kevesebb?
Támadás! Éljen a célagyar! Célpont bemérve. Na, a vége meg lesz. Nem tudom, hogy hányan vannak még, de azért lesztek majd. Megeresztek néhány golyót. Várjál, ezt röjtek szét gyorsan. Oké. Küldöm a csomagot. Ja igen, én vagyok a... Igen, azaz. Én vagyok a híres egyfejű. Srácok, ilyet ne kérdezzetek, hogy a haverom mikor kezdi az adást. Ilyet nem szabad csinálni. Igen, ez a szabály. Nincs töltény. Meg kellene javítani a képet. Támadás! Mindjárt meg lesz. Na, dura, dura fejbe gyorsan. Na, mindjárt meg lesz. 3, 2, 1. Nem láttad a tornyot? Megeresztett néhány golyót. Vége? A szellemek legyenek veled! Sikerült! Sikerült! Ez az! Ez az! Fú, sikerült, srácok! Sikerült! A disznó egységek körbezárták Répafalvát, és az ott található hadiraktárunk megszerzését tervezik. Azaz, győzelem! A maroknyi katonánknak Fogasvili százados vezetésével sikerült visszaverni Fogasvili! Amennyiben viszont nem kap rövid időn belül erősítést, akkor nem tudja tovább tartani a raktárt, így a további hadműveletekhez nélkülözhetetlen hadianyag és a falu az ellenség markába kerül. Na, ez érdekes lesz. Az ellenségek körülbelül a gázon keresztül hatoljon be a faluba, és töltse fel az ott tartózkodó egységeket, majd együttes erővel verjék vissza a támadókat. Ez még a hegemóniában is volt ilyen hasonló. Na. Akkor kellenek újabb járművek. Aknarakó. Ez az aknarakó kell, szerintem. Hát ez így nem lesz könnyű, de majd meglátjuk. Irány a falu! Na, akkor megyünk a faluhoz. Istenem! És megy ilyen templomi zene. Hol van az utánfutó? Ja, itt van. Na vagy, megtanítanak repülni, kispafám! Küldöm a csomagot! Félfogadva és kevés vagy! Na... Körülvettek... Célpont bemérve! Hallgatom! Cserek a büdös szállítok!
Megyek! Itt vagyok! Hadd szóljon! Na, hadd szóljon! It's a party time! Acélagyar! Figyelek! Olyan, mint ha izé a... Várjál. Közben itt vagyok. Srácok, szerintem, ha például valaki azt kérdezi, hogy mikor kezdtem, egyszerű a válasz, használjátok az áptán parancsot. És itt meg fogjátok tudni, hogy mióta megy az adás, lassan már egy órája megy. Használjátok nyugodtan ezt a parancsot. Mert ez nagyon jó. Vagyis hasznos, ez sokat fog segíteni nektek. Ha valaki elkezd kérdezni, hogy mikor kezdek, az támultjál vagy ban, úgyhogy nincs apelláta. Na akkor megyünk a faluhoz. Várja valahogy. Sietek, ahogy tudok. Az a furcsa, hogy... Indulok! Akkor megyünk a faluhoz. Vontatásra felkészültem. Ne vontass már a műveket. Indulok a célpontra. Inkább kövess. Felkészültem. Indulok. Ja, amúgy... Félfogalma és kevés vagy! Lecsavarom az agyarad! Várom a feladatot! Nyugalom, úton van a segítség. Küldöm a csomagot. És azt mondom. Küldöm a csomagot. Egy disznóval kevesebb. Jaj, ne! Elnézést, srácok, de haragudjatok a haverom miatt. De azért megnézem, hogy fel tudom oldani valakit. Lehet, hogy csak a modátorok tudják feloldani. Vidám lelkem, senki se érti, se gyerek, se férfi. Futok! Sietek,
Ahogy tudok. Senki itt a világon. Mi is én titkos nagyámom, jaj. Igen, ez az ő dala. Jó mondod, Ruca. De most... Nem kéne fürödnünk? Nem, hogy már ilyeneket. Azt hiszi, hogy strandidő van. De van itt a bázis. Örülök, hogy ide értek. Már alig maradt lőszerünk. A disznók meg már teljesen körbe kerítették a falut. Siettünk, ahogy tudtunk. A disznók nem tehetik fel patájukat a szigetre. Indulok! Az egységeknek meg kell állniuk, csak meg kell várni. Szerintem is oda kell mennem. Ennek nincs üzemanyaga. Ennek fottában a rösszere. Semmi gond. Ja, az nem fért ki. Az a mi is az én titkos... Mi is az én titkos nagy álmom, jaj. Hogyan tudom feloldani bárkit? Hát persze egyszer letiltottam bárkit, emlékezzetek vissza. Nem lehet. Hallgassátok ezt a zenét. Ó! Oh. Ent is tűnt a chatről. Igen, el is tűnt. Lucza, szeretnék valami valami véleményt nyilvánítani ez a kapcsolatban. Nem voltam bunkó egy nézőhöz. Rosszul éreztem. Nem voltam bunkó az egyik nézőhöz. Az egyik nézőnek. Mert nem én tiltottam le, hanem a Kiri. Tudom, nem akarok bunkossából lebanulni mindenkit, csak arra kérek benneteket, itt szabályok vannak. Aki nem tudja, hogy mióta streamerek, mikor kezdtem el, egyszerű a válasz, használjátok az uptime parancsot. Hívjátok be a felkiáltója uptime-ot, és meg tudjátok. És így megkapjátok azt az infót, hogy mióta megy a stream. Vannak olyanok, akik nincsenek tisztázban. Vannak olyan, akik nincsenek tisztázban ezzel a szabályrendszerrel. De itt van a menetrend, hogy mikor kezdtek el és meddig tart. Így van, hogy mikor kezdődik, hogy mikor kezdődött el, és mennyig tart. Kb. 17:30 leszek itt, ha nem, maximum olyan délután 5-ig. Mert délután... Hát nem tudom, várjál. Lesz valami esemény. Ja igen, lesz a TCBA stream, az olyan, mikor lesz. Hát a Bly fog játszani cucóval. Nekem megvan a Blynak a menetrendje, azt keressem. Itt van. Egy óra múlva kezdődik. De nem írja ki, hogy mikor.
Láj, ez a lőszeres. Nem, ez a szerelő. Itt vagyok! Sietek, ahogy tudok! Várja, hol van a másik egységünk? Jó, ők megálltak. Indulok. Nézd. Itt vannak ezek is. Figyelek. Aha. Welcome to... Üböszünk rép a falva. Mi ez a smiley? Két él tűzemmódra felkészültem! Két él tűzemmód kikapcsolva! Várjál. Egyik lábam itt, a másik meg ott! Várjál akkor. Várom a további utasítást! Nem, ahol visz üzemanyag kell. Nem kell híd az átkeléshez! Propeller behúzása folyamatban! Várom a feladatot! Szerintem nincs üzemanyag raktáruk. Hát azt nézem, hogy... Légi támogatás. Figyelek! No, folyamatosan csörögnek a telefonok. Kitakotta az jó apám. Hazott a vándorok úgy bizán. Befogadnak majd az emberek, az egyik szeret, másik megremeg. Hát igen. Azt tudom, hogy... Azt tudom, hogy azt kéne csinálni, hogy... Igen? Hogy nevet? Az valami... Az mi? Á, most nem tudok venni újabb járművet. Várom a további utasítást! Egyik lábam itt, a másik meg ott! Jó, már közben tudom, vagyok! Jó, közben tudom irányítani fogasbéli egységeit. Igen? De várjál, neki rossz szerekkel. Hát ez így nem fog menni. A disznó egységek körbezárták répafalvát, és az ott található hadiraktárunk megszerzését tervezik. A raktárt őrző marognyi katonánknak, Fogasvili százados vezetésével sikerült visszaverni az eddigi támadásokat. Amennyiben viszont nem kap rövid időn belül erősítést, akkor nem tudja tovább tartani a raktárt, így a további hadműveletekhez nélkülözhetetlen hadianyag és a falu az ellenség markába kerül. De szök jó, hogy ki van rakva, hogy milyen ellenség egységek jönnek majd. Akkor várjuk, akkor üzemanyagot vegyünk. Akkor ne vegyünk semmit, inkább... Kell egy rőszeres. Egy szerelő. És egy üzemanyag. Ennyi.
Na. Irány a falu! Na, az sokkal egyszerűbb. Akkor várjuk. Vontató harag, üzemkész! Majd üzemanyagost azt. Figyelek, akár a fákat is elvontatom. Szerintem is oda kell mennem. Indulok a célpontra. Szitává lövöm. Ez nyúl pörkölt rendel. Bocs, hogy újra elkezdtem a küldetést. Nos, hogy rájön. Célpont bemérve. Megeresztett néhány. Mi? Na, ez szép volt. Küldöm a csomagot. Na. Küldjük a csomagot. A szellemek legyenek veled. Ne. Na. Akkor ilyen a falu. Várjuk. Egyik lábom itt, a másik meg ott. Na, menjünk a faluhoz. Azt is fogom majd csinálni, közben el fogom menteni majd a játékot is. Srácok, egy kis változás történt. Nem fél hatig fog tartani a stream. Olyan délután 5-ig leszek itt, srácok. Hát igen, mert délután 5 óra után valószínűleg el kell mennem. Mert olyan 4-6 óra körül Bláék elkezdik a Twitch-elővé a streamet, nehogy ne maradjak. Közben tudom nézni a biárosokat, és mert éppen szekíroznak. Szekirot nyomják. Lucza. Na majd én megtanítalak repülni, kispafám. Kiplakátolom veled a tájat. No. Szitává lövöm. Igen? Hallgatom, várom a további utasítást. Na gyerünk. No, ez is megvan, kérem szépen. Azt nézem. Hadd szóljon! Mi? No, mehetünk tovább. Sietek, ahogy tudok. Lucza, itt vagy még? Hát sajnos nem tudom, mit csinálok szegény Dominikkal. Nem viselkednek olyan furcsán. Sajnos vannak olyanok, akik elkezdnek kérdezni bármit. De nyugi, semmi gond. Srácok, amikor lesz, meg mikor kezdünk kérdést, azt kerüljétek el. Egyszerű a válasz. Olvassátok a menetrendet. Nem kéne fürödnünk! Nézzétek meg a menetrendet. Így már tudni fogjátok, hogy mikor kezdek el. Ha nem láttátok az értesítést, ha nem kaptatok értesítést, akkor biztos megkaptátok. Már alig maradt lőszerünk, a disznók meg már teljesen körbe kerítették a falut. Siettünk, ahogy tudtunk! A disznók nem tehetik fel a hatájukat a szigetre. Na, Lucza megírta ezt. Miért féltek tőlem? Hiszen tudok egy csomó élemszabályt, bizony. Üdvözöllek, dicső lovag, szép a lovad, szép a lovad. Mit szélhozott mondsz erre, és mi vajon a szíved terve? Várjál, az egyiket már tudom kívülről.
Szép vagy, mint a rózsaszál. Ó, de kedves királylány. Na, szerintem elég, a süsümességből, inkább koncentráljunk a feladatra. Na szóval. Elhoztam az üzemanyagot, azt föl tudjuk tölteni. Ő is mindjárt kap az üzemanyagot, meg Grosszert. Hallgatom! Várom a további utasítást! Na, tankolás kész van. Indulok! Itt vagyok, sietek, ahogy tudok. Igaz, szép vagy, mint a rózsaszavad, egy kedves királynő, így van. Inkább hallgassátok ezt a szent éneket. Mi az a szent ének? Na, közben folytatom a küldetést, srácok. Na, de várjál, az egyik után futtulod. Vontató horog, üzemkész! Jó, és most megyek a rösszeresét. Hamarosan elvontatom a járművet. Aha. Hozom a rösszertést, hogy legyen nála. Na. Hallgatom! A másik tankot pedig idehozzuk. Már itt sem vagyok! A másik tankot idehozzuk. Felkészültem! Ezt is. Feltöltjük. Ezt. Na, telpakunk rösszerel is. Ja, most azért kevés most a nézőszám, srácok, mert Luca itt van most. Most... Igen, lemett a nézőszám, mert Kiri is elment. De jön majd István nem sokára, és ő még suliban van, nem? Várom a feladatot! Srácok, van egy kérdésem. A 25 évesek is járnak iskolában, főleg egyetem, főiskola, bármi lehet. Nem tudom. 26 évesek már dolgoznak, nem igaz? Nem akarok hülyeségeket kérdezni, néha egy kicsit... Néha elhűnt túlzás ez az egész. A srácok, úgy látszik, nem sok néző van. Nem baj. Most egy kicsi megváltozott az időpont, srácok. Úgy látszik, hogy nem fél hatig fogok streamelni. Lehet olyan délután 5-ig. Még maradt még bőven időnk. Ezt a küldetést megcsináljuk, aztán majd meglátjuk, mi lesz. Ja, már megy a izért. Oké, nem sokára itt, nem sokára meg lesz. Föl lehet gyorsítani a izét. Várja, arra gondoltam, ezt is ide visszem. Megyek! Odahozom. Most jó sokan leszünk. Ez... fogasvédettségei. Várja, adunk rosszert.
A legszemtelenebb a barátság, több elég, mint minden királyság. Nekem is van egy jó barátom, haj balba ült, majd én kirántom. Na, hogy van tovább még? Ez a süső mégis nagyszerű. Nekem megvan kazettán. Megutassam majd a stream végén. Sajnos ez kimaradt a létnásóban, képzeljétek el. Várom a további utasítást! Na, megvan a izé a szerelő utánfutó. Oké, akkor... akkor azt is idehozzuk. Nem tudom, a játéknak egyik a graf... Egyik a másik meg ott. Nem tudom, ez a játék... annyira jól néz ki, most is, mai szemben is jól néz ki ez a játék. A remastert az már kicsit elég, az már... ilyen HD-sabb lesz. És a grafikája sokkal szebb lesz, ha kicsit föl az túlbozva a grafikája, és nagyon kíváncsi leszek majd az új verzióval. Lehet, hogy azt is fogom majd... hát figyelj, lehet, hogy azt is meg fogom majd szerezni valahogy. Ha megszerezem, akkor... akkor innen fogom majd folytatni. Vagy újra fogok kezdeni az egészet. Még nem tudom. Ha megedik ez a játék... akkor lehet. Akkor biztos vagyok benne, hogy... és ha a magyar szinkron megmaradna, szerintem meg fog maradni. De ha újra szinkronizálják, akkor borzalmas lenne. Ez olyan, mint a izé, mint a régi filmekkel. A régi filmeket felújítják és csinálnak hozzá új szinkront. És ez nem minden, nem. Én sem szeretem az új szinkronos filmeket. Ezeket a felújított változatokat, amikor készítenek újabb szinkront, mindig a régi szinkront szeretem a legjobban. Erről fordulhat néha lehet jobb is. Srácok, úgy látszik elveszítettem Dominikot. Nem baj. Szerintem a letiltás az nem kellett volna. Kérjük, kicsit túl messzire ment ezzel a moderátoros dologgal. Luca, itt vagy még? Mi mindig keresi a dalszövegeket, ez véletlen. Na. Ez is megvan. Mondható horog, üzem kész! Na akkor... várj, őt kell megjavítani, várjál. Na. Kíváncsiak vagytok a további üsert... ha kíváncsi vagytok még több magyar fejlesztésű stratégiai játékokkal, nem sokára majd elkezdjük oda a Hegemóniát, vagy az Impium Galactica 2-t, majd el fogom majd dönteni, de lehet majd szavazni, hogy... hogy melyik magyar játék lenne jó nektek. Az Impium Galactica 2 az is nagyon jó, azt is érdemes majd egyszer majd streamelni, meg a izét. A Hegemóniát. Én a Hegemóniát nagyon szeretem, mert az nagyon sokat játszottam bele, még gyermekkoromban is. Van kiegészítő is hozzá, csak az... nem tudom, hogy annyira követi az eredeti játék példáját, de nekem megvan eredetiben. Nem tudom, srácok, a Hegemónia az is egy nagyon jó játék. Lehet, hogy a Hegemónia lesz, de majd csinálok egy szavazást. Majd a Facebookon, YouTube-on nem. Majd a Facebookon.
meg van egy Gold verzió is. Kilukasztom azt a szép nahát előlem! Nem látok ellenséget, mit csináljak? Kinti haroplak! What the fuck, what's going on here, guys? Megtámadtak? Ha, megtámadtak. Nem lennék meg kellett, ti haroplak! Hamarabb megkezdték a támadást. Nem látom a támadó ellenfelet! Megkezdték a támadást. Tennünk-e valamit, srácok? Váljuk. Támadás alatt vagyunk! Akkor váljuk, akkor... Futok! Mindenki a belvárosba! Sietek, ahogy tudok! Disznóimánzió van! Elkaplak, retkes disznó! Behatoltunk a faluba! Nem is oda kell mennem! Azt a mindenit! Elkaplak, te retkes disznó! Célpont bemérve... Na, sávba szorítottuk! Körülvettük! Hát te meg mit csinálsz? Megy vissza a jeldre! A szellemek legyenek veled! Úristen! Mi volt ez? Anyám! Nem látom a támadó ellenfelet! Jönnek! Hú, ezt megúsztuk. Hát szóljon! Alakok mindenit! Dvája most írja, hogy 18 percünk van. Gyertek, kis pattogó szörcsi! Támadás alatt vagyunk! Nyúlt pörkölt rendet! Meg kell védeni a falut, igen, ez a küldi. Indulok! Támadás alatt vagyunk! Újtom van a segítség! Hú, ezek sokkal gonoszabbak! Megyek és megnézem, mi van ott! Ez olyan, mint a World of Tanks! Ja, igen, de RTS verzió. Fogaim is vannak olyan kemények. Célpont bemérve. Ez nem lesz jó. Megeresztett néhány golyót. El is buktam ezt a küldetést. Hát ilyet. Majdnem kilépett a játék, srácok. Igen, ez videó. Nem is látszik, sajnos. Hát megint kezdhetem el az egészet. Nem sok idő maradt hátra, srácok. De akadozik. Houston? Van egy kis gondom? Várja.
Fú, nem tudom feloldani Dominikot. Ebből baj lesz. Srácok, itt valami bűzlik ebbe a játékba, valami nem stimmel. Újra kell indítanom az egészet, mert szétesett. Ne aggódjatok, szétesett a játék. Ó, szétesett. És alig tudok. Nagyon lassult a... Elkezdett akadozni a játékom. Nyugi. Az. Bekavarta a Dietik 3-at. Semmi baj, srácok, újból megpróbálom indítani a játékot, és akkor nem fog, és akkor ebből nem lesz nagyon probléma. Srácok, el kell mennem a mosdóba, mindjárt jövök. Addig is, ne menjetek messzire. Már nem sok idő van hátra, még maradt még olyan fél óra. De se baj, csütörtökön is tudjuk folytatni ezt a küldetést, akkor mindenki itt lesz. Hát szerintem István le fog maradni, de se baj. Azért ne aggódjatok. Mindjárt jövök, jó? Csak egy perc. I need a scarecrow. After what you did, 'cause all of the birds know that I'm almost dead. I'm barely breathing. I'm barely waiting. You left me in pieces. There's no more to break. Don't wake me up. Not in century, don't wake me up, 'cause you're just a ghost inside my head. You're just a ghost, you're never there. You're just a memory on my lips, 'cause you're just a ghost. Just a ghost, you're never there. 'Cause you're just a ghost.
ghost inside. Süsü, leesett. Süsü, inkább dőlj hátra. Itt nem fogsz leesni. Süsü, leesett véletlenül. Mi lesz mellette egy fegyő? Mi az közdesz itt, jó süsü? Szegény leesett, amikor lelőttem. Na, visszajöttem. Úristen, nem sok idő van még hátra, nem tudom. Nem tudom, mi lesz ebből. Lehet, hogy let's continue, vagy nem tudom, mi lesz. Majd meglátjuk. De semmi gond. Na, itt vagyok. Nem mentem sehova. A lényeg az, hogy itt vagyok. Na, szóval. Nem sok idő maradt hátra a streamből. Tudom, hogy fél hatig tartana, de most valahogy megváltozott a program. Úgyhogy, ne aggódjatok. Befejeztem a hosszú daírását, csak hogy... Oké. Okay. Jól van, utca. Nem tudom, valamit gyorsan elkaptam volna mondani, hogy... egy kis információ a... Szerintem utca nem volt itt az adás elején. Képzeld el. Amit elkaptam már mondani nektek többször is, hogy nincs benne a menet, nincs benne a szabályzatban, de itt is úgy kéne majd betartani, hogy a mikor kezdek kérdés, az is tiltó szó lesz sajnos. Ha valaki beírja, az támot jár. Aztán egy idő után ban lesz, úgyhogy óvatosan a csettes srácok. Különben elkapva, mert különben rá fog csapni a Ben Hammer. A Ben Hammer, azaz. Srácok, úgy látszik, hogy nem tudom, mi lesz. Folytatni fogom a játékot, de csak még várjál, hány percünk maradt? 10 perc. Még 10 percünk van a küldetésig. Ja igen, amíg ebédet ettek, így van. Képzeld el, lehet, hogy észrevetted utca a cseten. A Kiri letiltotta Dominikot. De nem kellett volna letiltani. Hát szegény gyerek sírni fog. Jó, ha nem gyerek, akkor nem. A letiltás az nem. A letiltás az nem volt jó ötlet, amit Kiri. Nem tudom, most Kiri valamitől. Persze, én is mérges voltam, csak nem kapcsoltam be még a mikrofont. Én adtam volna neki egy támautot, nem egy bant. Nem tudom, hogy Kiri kicsit túl nyomja ezt a moderátoros dolgot. Tudom, meg akart védeni, az jó. De írt is a cseten, hogy
hogy ilyet nem szabad megkérdezni. Persze, nem szabad kérdezni, ez a szabály. De ha véglegesen letiltunk valakit, akkor nem tud visszajönni. Akkor nem tud visszajönni. Jó, de szerintem fölösleges beszélni erről. Hát srácok, ez az utolsó streamelésem ebben a hónapban, ezen a héten. Jövő héten már nem YouTube-on leszek, hanem Twitch-en. Értitek? Vannak olyanok, akik nem követik a változást, valaki nem követi ezeket a változásokat. Ez az ő dolga, ebben nem akarok beleszólni, bocsáss meg. Ez semmi gond, Luca. Semmi gond. Megpróbálom újraindítani a játékot, srácok, aztán majd meglátjuk. Csak arra kérek titeket, nem sokára, 10 perc múlva be kell fejeznem a streamet, mert lesz még dolgom. Hát igen, mert nem akarok hazudni. Lesz ilyen egy stream match a Twitch-en, a Twitch-vali azt lesz, és a Bly meg a Cucu. Meg lesz még valaki, aki hárman összefognak. A Jani nem fog szerepelni ebben a meccsben, hanem a Bright hívták meg a Cucut, és nem akarom ezt kihagyni, mert nagyon izgalmas meccsek lesznek, lehet, hogy megint fogok majd szurkolni nekik. Annyit tudok mondani, nem csak egy átlagos streamer vagyok, hanem egy nagy streamjangó is. Lehet YouTuber vagy Twitch. Más szóval, Twitch streamer. Azt tudom, hogy a Kirinek az ő dolga, de nem baj. Csütörtökön ezt megbeszéljük, jó? Én nem akarok ebben nagyon belemenni. Dominik amúgy rendes srác. Tök jó tudtam beszélgetni múltkor. Annyira jó el voltam vele. Csak az a baj, vannak olyanok, akik nem tartják be a szabályokat. Csak imádságból kérdezett, az egy dolog. Csak tudom, csak vannak olyanok, akik nem ismerik a szabályokat. Mert a chat szabályzat az fontos. Anélkül nem működne a stream. A moderátorok az a dolguk, hogy ha valami fölösleges dolgot észrevesznek, az letiltanak olyan 10 percet, ha nem, akkor örökké ki lesznek tiltva a csatornától, és többé nem teszik be a lábukat. Nem tudom, valahogy meg kéne győzni Kirivel. Nem tudom. Tudom, ez az ő dolga, elismerem, de ő a barátom. De most képzeld el, ha én moderátor lennék, akkor én mit csinálok? Én nem akarom letiltani senkit, hanem adok egy 10 perces büntetést, csak azokat fogom letiltani, akik nem bírják magukkal. Nem tudnak viselkedni a cseten. Valaki elkezd kakaskodni, vagy elkezd nagyon-nagyon csúnyán beszélni, ami az is szabályellenesnek minősül. Sajnos vannak olyan emberek, akikre szarják a szabályokat, hát ez van. Mástok a szórakozását, emlékeztek azzal a két futó bolonddal, akik tönkretették a hófogaró streamemet, biztos emlékeztek még. Azokat letiltottam őket az életükből. Ez Jani mondja minden streamadásban, hogy az életből is kibannolnak.
Azért próbálok uralkodni az érzéseimmel. Hát persze, emberek vagyunk. Néha ki tudjuk ereszteni a gőzt. De aki elkezd fölöslegesen írkálni, az már tényleg leesztítva egy életre. És ez nem vicc, ez komoly. Nézzétek rám, most nincs rajtam a szemüveg, csak az a baj, elég homályosan látok. Most levettem a szemüvegemet. Biztos láttátok már blog videókban is, eredetileg elég rövid látó vagyok, azért is hordom a szemüveget, mert nem látom jól a betűket sem. Se a... De ha becsukom a szememet... Akkor... Igen, valahogy... Hát akkor ilyenkor hunnéltanom kell, de nem akarok hunnéltani, mert idő után megfájdul a szemem, vagy a fejem. Szevasz, Martin. Na van, hogy úgy nézzünk. Ja, te sonnak a telóján, aha. Ja, hello Dominik. Bocsi, Dominik. Ne haragudj. A haverom tiltott le téged, de nem kellett volna. Csak tudom, hogy vannak szabályok, amikor kezdesz kérdés, és az is tiltott szó lesz, úgyhogy legyél óvatos. Azért ne haragudj. De semmi gond. Mindig is egy rendes rác vagy. Csak nagyon vigyázni kell. Azt tudom, hogy nekem mindegy, hogy mikor kezdtek. De azért semmi gond. Igen, mert azért nem tudsz élni, mert le vagy tiltva. De ez nem én tiltottalak le, hanem az egyik haverom volt. Aki modátor. Meddig lett szeret írtva? Fú, nem is tudom. Ja, a lényeg az, hogy tudod, oké. Hogy meddig leszel lett írtva? Hát ez jó kérdés. Tudom, hogy nem te voltál. Na látod? Valaki megérti. Csak nem akarok olyan szavakat kimondani, mert az egy dolog, hogy néha az embernek más a viselkedése. De attól még
Elég intelligens ember vagyok. Ja, kicsit túl okos is vagyok néha. Á, annyira nem. Fú, meg kell nézzem, hogy mennyi az idő most. Ja, 16 óra 50 van most. Hát úgy látszik, nem lesz időm játszani. De itt amúgy letiltott. Aha. De mit itt amúgy letiltott? Mindjárt elmondom. Lehet, hogy elmondom még egyszer, lehet, hogy ebben hallottad. Azt írtad, hogy mikor kezdtem. Mikor kezdtél. Csak az a furcsa, ezt a kérdést el kéne kerülnöd, Dominik, mert a végén egy 10 perces letiltást kapsz, vagy egy örök életű bant. Én nem akarom, hogy ebből megint probléma legyen, mint az előző. Csak az a furcsa, ezeket a kérdéseket el kéne kerülni. Mert nem vagyok rá kíváncsi. Erre varrók ezek a parancsok. Uptime, menetrend. Ez a kettő. Mindig beszoktam írni a videó leírás alatt, vagy a cím mellett. Az itt is le vannak írva, hogy a száb az a feliratkozáshoz vonatkozik, a menetrend pedig az a... Az nem szerepel a szabályzatban, hanem... Azt tudom, hogy nem szerepel a szabályzatban. Csak azért nem tudom beírni, mert nagyon hosszú. De így el tudom olvasni. A videó leírás alatt meg tudod találni, és itt van leírva a chat szabályok. Jó, csak az van írva, hogy ne kérdezkesd, hogy mikor melyik játéka fogok játszani. Ez csak a játékhoz kapcsolódik. Akkor miért tiltott le? Hát azért tiltott le. Mert furcsának, mindjárt elmondom részletesen, de írt, valahol itt van valahol, de ő már nincs itt, mert el kellett mennie. Srácok, ebből probléma lesz. Hol van utca? Na, még olyan 15 óra 50-kor azt írta, hogy srácok, ilyet ne kérdezzetek, hogy a haverom mikor kezdi az adást, ilyet nem szabad csinálni. Szerintem ezért tiltott le. De előtte még írt valamit. Nem biztos, hogy furcsán viselkedtél, csak kíváncsi voltál, hogy mikor kezdtem el.
de még azt írta előtte. Igen. Jó, most már érted? Oké. Meg azt mondta, hogy amikor indult a stream, de nem is rekedtél olyan furcsán. Tudom, hogy kíváncsiságból kérdezték, csak tudom, hogy azt tudom, hogy nincs benne a szabályzatban, mert nem tudod kiférni a izében, de az nagyon kicsi furcsa lesz. Nem én azt kérdeztem, nem kérdezhetem, mikor kezdted. Várjál, még egyszer olvasom. Nem. Én azt kérdeztem, hogy mikor kezdted. Hát igen. És lassan már olyan már 2 órája megy a stream. Lucca hirtelen eltűnt. Közben itt vagyok. Csak valamit meg kell néznem gyorsan. Hát ez jól fog sokáig tartani. Semmi, csak mondtam a magamét. Fú. De semmi gond. Sajnos nem tudtam, csak az elején itt lenni. Ja, semmi gond. Semmi gond. Semmi gond, Dominik. Fú. Nem tudom. A csütörtökön úgyis megbeszélem majd. Úgyis itt lesz majd délután. És ne aggódjatok. Úgyhogy csak a 2 macskát meg kell tetetnem, de itt vagyok. Oké, rendben, utca. Nem tudom, gyerekek. Itt a YouTube chatnél nagyon késik az üzenetek. De itt a chatboton hamar megjelennek az üzenetek, mint gondolnám. De sajnálom, nem tudom, hogyan foglak feloldani téged. Ez nem lesz könnyű. De semmi gond, semmi gond. A lényeg az, hogy... sajnos az a furcsa, hogy amióta vannak olyan streamerek, akik nem kíváncsiak arra, hogy mikor kezdett, mikor lesz vége. Tudom, voltak ki hasonlók ilyen problémák, nem tudom. Tudom, nem is szerepel a szabályzatban, de majd megírom majd. Hogy ne legyen ebből még egyszer gond. Kérdezni lehet? Csak ilyen mikor kezdek, meg meddig tart? Azért vannak ezek a parancsok. Tudom, de nem mindenki használja. Nem mindenki használja. Az általán parancsa az arra van kitalálva, amikor beírjuk azt a... hogy uptime, és ki van írva, hogy meddig tart. Nem az, hogy meddig tart, hanem mikor kezdtem el, már hány perce megy. Ja, hétfőn megmutatod a tablet tokot, oké, rendben, utca. Bocsit, éppen a másik ismerősömmel beszélek. De semmi gond. És sajnos nem tudtam csak az elején itt lenni. Hát semmi gond. Erőfordulhat az is, hogy mindjárt elmondom. Majd gyere majd fel. Ha rájössz Messengerre. Rendben, Dominik. Biztos majd ráírek. Hello, Aaron. Na. Itt a másik ismerősöm is. Hát most ez kicsit ilyen beszélgetős lett, mert leállt a játék. Elkezdett szétesni a játék, hogy nem tudom, mi történt. De majd újból el fogom indítani. Nem baj, majd csütörtökön folytatni fogom. Most valahogy leállt az idő. Lassan le kéne zárnom.
Jó, majd... Majd ráérek, majd fölmegyek majd Messengerre. Aztán megpróbálom majd. Nem biztos, hogy lesz időm, de majd meg... Majd megírom. Itt YouTube-on folytatod. Jobb. Jobb, persze. Igen, csütörtökön folytatni fogjuk a Smite-t, srácok. Ja, igen, mert olyan parancsok adnak, mert van a menetrend. Szerintem ezt nem kell különösen bemutatni. Tudom, hogy ha megnézzük a streamnek a... Igen, itt van leírva, hogy kötőjel. A száb az a feliratkozásra vonatkozik, és itt van a felkiáltói menetrend, azok mind parancsok. Előfordulhat, nem mindenki használja. Egyszer volt valaki, aki használta. Most egy kicsi kalamba fogok végezni a streamen, srácok, úgyhogy ne aggódjatok. De csütörtökön folytatni fogjuk. Csütörtökön este nem lesz talkshow, srácok, hanem úgy terveztem, hogy két hetente lesz látható. De annyit tudok mondani nektek, hogy most ez az utolsó hét ebben a hónapban. Voltam szombaton egy rendezvényen, és kipróbáltam a VR-t. Nagyon jó volt. Az igen, Áron, az igen. Az igen, az nagyon jó. Én azt hittem, hogy... Ja igen, azt akartam volna elmesélni, hogy szombaton volt ez a Rainbow Six Siege Hard Mode Event Challenge. Igen, Hard Mode Challenge volt. Azt csak élőben láttam, vagyis Twitch-en. Én is azt hittem, hogy erre gondoltam. Áronra. Áronna nagyon... Hát Áronra sem már egy évvel már... Tudod, már személyesen találkoztunk. Hát régebben, az már tavaly volt, még nyáron. Igen, lassan már egy éve követed a csatornámat, meg... plusz, ami plusz. Sajnos egy István most valahogy nem lesz itt. De ha itt lesz, úgyis itt lesz. Az nagyon jó. Várjál. Rengetegféle VR cucc van. Van a HTC, meg van az Oculus Rift. Egyszer én is ki akarom próbálni majd egyszer. De baromi drágák ezek a VR-os szemüvegek. Olyan... Mennyibes kerülnek? 300... Van olyan, hogy fél millió forintba kerülnek, meg van a... ilyen 200 ezer. Úristen, nagyon drága a cucc. Nagyon drága a cucc. PS4 VR? Az nagyon király. PS4 VR volt. Az jó. Egyszer Pistiék kipróbálták. 68-an vagyunk. Ja, köszönöm a feliratkozást. Srácok, a végén meg lesz a 70.
Ez azt jelenti, hogy... Jó, köszönöm, feliratkoztál. Úristen, nem tudom, a bátyát lehet, hogy idősnek tűnik, lehet, hogy ő... Nem tudom, majd kitalálkod valamit, jó, lehet, hogy megbeszélem majd Kirivel. Igen, ő az egyik barátom, ismerősöm. Jézusom, véletlenül rábettem a Diablo voltra. Úristen, mi történik itt? Ez most ilyen talk show. Rövidített verzió. Hú, nagyon kéne sietnem, végén elkezdődik Brian-nak a streamje. De köszönöm. Figyeld, holnap 69-en leszünk. Na, az igen. Na, srácok, a végén meg lesz a 70. És egy akkora partit fogok majd csapni pénteken este, méghozzá Tomb Raider-rel. Egy búcsú YouTube partit fogok szervezni. Igen, rajta van a menetrendben is, hogy búcsú stream lesz. Ez azt jelenti, hogy búcsú party lesz. A csatorna nem fog megszűnni, ne értsetek félre. Hát igen, jönnek a változások, srácok. Igen, igen, lassan el kéne köszönöm, jól mondod, Luca. Persze, igen, szépen lassan, oké. Na. Akkor srácok, akkor csütörtökön folytatjuk a Swine-t, ha minden igaz. Pénteken pedig nem Diablo lesz, mert múltkor pénteken a Diablo 2, az csak Twitch-en volt látható. De most már hivatalosan Tomb Raider-özni fogok. Folytatni fogom a Tomb Raider 4-et, méghozzá olyan pénteken este 8 órától. Az egy jó kis létmán gaming lesz. Én már nagyobb várom meg legyen a 70 feliratkozó. És köszönöm, hogy feliratkoztál Martin néven is. Na jó van, srácok. Mára ennyi volt. Kár, hogy nem tudtam folytatni ezt a játékot, hirtelen egy kis beszélgetés. Egy kicsit beszélgettünk a végére. Ez is egy ilyen talk show volt. De semmi gond. Majd megbeszélem oda a haverommal, hogy... Most elmondok mindent, amit lehet. Lehet, hogy a messenger-en is megírom neki. Na, majd csütörtökön megbeszélem vele. Nagyon jó, srácok. Köszönöm, hogy itt voltatok. Ha tetszett, azt így lehet lájkolni. Ha már még kérdésetek van, írjatok nyugodtan a kommenteket. Ezt csak a blog videókban szoktam kimondani. Csütörtökön folytatni fogjuk a Spine-t. Holnap pihenő. Csütörtökön... Megmondom, 70 feliratkozott lesz holnap. Hát, lehet, hogy csütörtökön is. Ja, köszi srácok, hogy... Köszönöm, hogy támogattok engemet. Kár, hogy nem tudok donétokat szerezni, ez csak hobbiból csinálom ezt az egészet. Lehet, hogy nálam nem is a pénzről szól ez az egész. Ha pénzről szólna, akkor akkor már rég csúcson lennék. Lehet, hogy holnap nem biztos, hogy fönn leszek, de csütörtökön biztos. Azért köszi. Na, köszönöm a figyelmet, srácok. Akkor csütörtökön jövök a Szványnal, folytatni fogjuk. Addig is további szép napot, jó pihenés nektek. Ahogy Nessai mondja, puszi a pocakotokra. Nem úgy mondja, csók a családnak, puszi a pocakotokra. Addig is, sziasztok. Bazsi voltam, ez volt a Szvány második része. Csütörtökön jön a harmadik rész. Addig is. Sziasztok!
did you name me this way? Why? I'm gonna do an internet. Well, I'm gonna do a book. You're leaving me. I've met a real man. Hey, buddy, look over here. Now you're blind. You're gonna die. We're all gonna die. Ooh, a butterfly. We're all gonna die. Yoho for songifying Astrid Movie, you should check him out. Also, you can buy this song on iTunes. Side note, I'm going to be at MCM Comic Con in London this month, so come on by and say hi to this guy. The guy is me, to be clear, so manage your expectations.